Nagy melege vagy. Kevés most a rendőr. Pedig hát köllenek. Lóval vagy kutyával mindegy, csak jöjjenek. Kiképezzük őket. Rövid időn belül. Kerül, amibe kerül. Kukorica Jancsi tenyésztő gazdája, ezért most haragszik az egész világra. Nem túr többet földet, nyájakkal nem bíbel. De lehet még belőle egyenruhás kíber. Mikor egyszer Jancsi rendőröket látott, előbb ilyettében hasonlóműt váltott. Aztán meg, gondolta, ha befogadnának, belrömes mennék én is el zserdánknak. Szóval a főkapitány, jó meggondolt főni, bűt kutatni megyünk, nem csak úgy tökölni. Rengeteg bűnöző rákapott a népre, polgároknak megyünk mi, seggedelmére. És akkor én még inkább szeretném, ha zsiványokat adóra vihetném, bemosnék mindegyik adónak egy nagyot, akkor át, hogy bátran hívhatnák a papot. Mosolyog a kapitány, jó lesz ez a legény. Ha jogból gyönge is, de legalább kemény. Kicsikét lelkeske, kicsikét dőre, mégis ő lesz a cél, legjobbik rendőre. Cifrabeszéd kéne azt elősorolni, a rendőrnadrágban. Mit is érzett Jancsi? Mit érzett, mikor az illetményt megkapta? Az asszony azt hitte, fel itt letagadta. Kukorica Jancsi nem kukoricázik, mint macska az egérrel rablókkal cicázik. RTF-en tanult, jó tisztelt belőle. Ha azt mondanám, jól él, lehet, hogy lelőne. Volt egy nagyon-nagyon régi műsor, Uborka volt a címe. Politikusokat elsősorban és közéleti személyiségeket formáztak meg ilyen gumimaszkos módszerrel. Lényeg az, hogy mi humoristák adtuk a hangokat. Éles Pista barátunk volt az ügyeletes Tordján Jóska bácsi, aki sajnos már nem él. Én a tükertelen kikazapán világosan megfogalmazta a programját, én magam nagyon sokáig a sörösbort is szódavízzel ittam, hogy ne legyen olyan bolsevista, mégis kiroktak a párt. Ő volt a ügyeletes Tordján Jóska bácsi, aki nagyon hiányzik mai napig a parlamentből is és a humor életéből is. Én magam voltam a miniszterelnök, a most regnáló miniszterelnök, Orbán Viktor. Nem fogok politizálni, mert nem tisztem, nem szerettem, meg nem is szabad. A lényeg a lényeg, hogy nincs egy éve, de a tavalyi évben történt, Hernádra hívtak a Búza Virág Együttes nyugdíjas klubból. A Búza Virág Együttes idős hölgyekből álló dalárda, ők jubileumi 30 éves kis koncertjüket mutatták be, és utána, mint humorista én következtem. Hát, nagyon aranyosak voltak, nagyon szépen énekeltek, volt minden benne. Utolsó daluk, mi volt? Következik utolsó dal. A nézését meg a... Nagyon szépen nyomták. Nekem eszembe jutott, hogy a neten láttam egy aranyos humor, és amikor utána én következtem, mondtam nekik, hogy most, ha itt lenne a miniszterelnök, a következő szavakkal dicsérni a Búza Virág Együttest. A Búza Virág Együttest a Fidesz Magyar Polgári Szövetség nevében tisztelettel köszöntöm. Hallgatván utolsó dalunkat, megszületett bennem a döntés. Holnaptól az egészségügyben összevonjuk a személyzetet és az ortopédiát. Szeretnénk tudjuk vizsgálni a nézését, meg a járását. Rögtön jóket kerekedett. Ugye eszembe jutott, hogy Istenem, aki megvan állva azzal, hogy hangokat utána belegyűjt más emberek bőrébe, az néha ezt szerencsés helyzetben jól tudja alkalmazni az életben is. Történt ugyanis, hogy ennek is vagy 15 éve, hanem több, Ihos Jóska barátom, fölhívott, ismerjük a Józsit, ugye? Másik leánykori neve.
Kató néni. Néha kettesen írja Jóska, hogyha megzavarodik a személy számára is. A lényeg, hogy fölhívott, hogy ajánlán el tudnál menni Hunat Vashegyre, helyettesíteni. Ez való Balaton Györök környékén van, nagyon szép település. Aracki Lacival és a Madarász Katival mentem, ők voltak akkor így egy brigád. Józsi volt a humorista, én helyettesítettem. Mikor én következtem, aztán Madarász Kati után kimentem, így itt a közönség, mentem, és akkor következő zajok jöttek oda hozzám, hogy lefordítom ezt magyarra, végkeveség. Mondom nekik, hogy csalódottak. Idős bácsi mondja, hogy jövem! Mondtam, hogy jogos. Ők az imost várták, nem azt mondták. Hát hogy nem ennyire csalódottak? Utáliában mondja nekem, hogy töltött káposzta lesz. Aztán teljesen más csinál valamit, mondjuk az is finom. De hát az ember töltött káposztára hegyezte ki aznapra a bélbolyhait, és nem azt kapta. Jogos. Mert ha itt lenne az ivos, mit csinálna? Előveti a fekete főkendőjét, föltenni, megköti, megcsippantja két oldalt, mert ekkor szokott ilyen hülye fejet várni, és elkezdeni mondani a valóságait. Valahogy így, hogy hát kedvesem, úgy örülök, hogy itt lehetek maguknak. Ha mert ma itt vagyok, hát egy kalkodjak egy kicsit. Az az igazság, hogy mostanában jobban megy a sorom, mióta sponzorálok. A Magyar Radikóban ezeket a repülő szörnyeket Diego-s fiúkat sponzormálom. Búcsutok a legények. Azt mondja a múltkor az egyik Diego-s, hogy mama, maga már úgy megöregedett, miért nem használ a liberót? Nem mondok liberót, de kedves. Azt mondja azt. Mit mondom maguknak őszintén, hogy vettem egy csomaggal. Ajánlom mindenkinek a liberót, Novakkal is. Ez a liberó nagyon bevallott. Ennek a liberónak egy nagy baja van. Rettenetesen fogyik. Hát mondok, miért fogyik ez ennyire, mikor én egy hétig is elfrandallok egy liberóval? Persze, hogy fogyik, mert utána néztem, itt az ember is azt használja az uram. Nem ott, ahol maguk gondolják. Az én uram a lényeg. Azt látta a televízióban, hogy a pólusai sokkal több folyadékokat képesek elnyelni. Amikor beérett a murci, akkor bekap egy liberet, lenyeli, átkegy a szomszédban, szóval sok ellóban lenyomnak képesek. Az egy olyan elalvás előtt elül a hokellira, megcsavarja a gyomorizmait, azt még lecsepegtet éjszakára magának, vagy két liter. Képzeljétek el, mikor idáig tudtam a mondandóba, ott volna azt vasagyen. Érződően a feszültség oldódott, hiszen megkapták kihost is, mert maga a bácsi is kijelentette, hogy jó ez a gyerek. Mindentől ez a rendőrs volt. Kérem szépen, még egy olyan művészre szeretném a figyelmet ráirányítani, aki már megint sajnos nincsen közöttünk. Nagyon-nagyon szerették Bajor Imrét mindenki. És Bajor Imre 90-ben, mikor a Humor Fesztivál döntője volt, és mi 10-en bejutottunk a legjobb 10 közé, közte az Ajánló Vindizi is, Babszínvigyel, Maksazori, Éles Pista, Olucina, stb. Hát feszülten vártuk a zsűri eredményhirdetését, és Bajor már akkor sztár volt, sztárnak számított, és leült közénk egy kicsit oldani a hangulatot, a feszültséget, és sztorizom. Aztán ahogy teltek az évek, én az Imrével jó barátságba kerültem, és elég sokat dolgoztunk, voltunk egy műsorban. Nagyon szeretem vele dolgozni, a közönség is imádta őt. És ott, ami sztorikból merített, az soha nem mondta évekkel később, pedig nekem egy annyira megtetszett, hogy ezt most megosztom veletek. Imre mesélte. Képzeljétek, mondja, bábfilmet forgattunk, és este 8:45-re végeztünk az egészet. Cáppá! A gyártásvezető tudta a kötelességét, beterelt bennünket egy nagyobb macska terembe, sör, bor, konyak, pezsgő, minden, ami csak kell. Mielőtt rávethettük volna magunkat, Pali bácsi, a 62 éves bárművész minket csöndre intett. Gyerekek! Az életem függettől a telefontól, maradjatok csöndben! Nagyon tiszteltük az öreget, és mindenki hátra lépett, csöndbe maradtunk. Pali bácsi tárgyában.
Halló! Szervusz szívem! Szia fiam, én vagyok a Fali. Képzeld, anya, újra kell venni az egészet. Hogy mikor végzünk? Nem. Három előtt, hajnali három előtt, biztos, hogy nem, fiam. Lesz, hogy nem tudsz aludni. Veszek két altatós. Igen, komoció, kinyitom, két altató és mint a bunda. Na, ne kezd nekem megint. Ebből élünk, vagy nem ebből? Ebből élünk. Na, persze, hogy sietek haza. Mondom, 4:45 legkésőbb otthon vagy. Ja, jó, na, szevasz, szia, persze, mindenütt megpuszikállak, persze, szia mama, szia. Letette, de minket újra csöndre ide. Gyerekek, másik telefon, még ettől is fontosabb. És újra való tárcsába. Gyugyugám, én vagyok a Pali. Öreg asszony ágyba dugva, dumát altatót bevette. Én most oda megyek hozzá. Hajnali háromig a tiéd vagyok, te csodát teszek vele. Úgyhogy meghűltem. Úristen, gyerekek, az asszonyt hívtam vissza. És másnap azt mondja az Imre, kérdeztük Pali bácsit, hogy Pali bácsa, mi az? Válunk, fiam, válunk. 62 évesen így kell válni. Tehát ez volt az a sztori, amit az Imrétől hallottam annak idején, és most következik a verbális ajándékom, hiszen tényleg ezt hoztam. A hosszú élet titka. Ismeritek hosszú élet titkát? Ezt a titkot nagyon sokan kutatták, gyerekek. Az igazsághoz legközelebb az a 98 éves Grúz bácsi állott, aki egy napon a következő szavakkal kopogtatott B az anyakönyvvezető ajtaján. Jó napot kívánok, nősülné! Maga! Én hát írjam be szombatra! Szombaton már elfázam van. Beírom egy hét múlva a bácsit, jó? Nem jó! Miért nem jó? Nem jó, mert egy hét múlva apám nősül. Magának az apja? Ah, mondtuk, hogy nem hozzávaló. 102 éves csitri. Be van indulva az öreg nősül, na. Tudja mi? Beírom két hét múlva. Nem jó! Miért nem jó? Nem jó! Kettő hét múlva? Nagyapám nősül! Ide figyeljen, Fader! Ha most azt fogja mondani, hogy három hét múlva, meg azért nem jó, mert magának három hét múlva a déd nagyapja nősül. Nem tudom, hogy mit csinálok itt magával, öreg. Na! Három hét múlva jó. Írjon be! Mert bár nősülne az öreg, csak nem hagyja az apja. Na, lassan el is telik ám az időnk, mert még azt gondolom, hogy lesz egy kis komolyabb előadás sor rész néhány fontos kérdésről. De azért, ha elhoztam a gitárt, azért egy mondatát csak kérdezek nektek. Na kérem. Azért az elején múltamról annyit hadd mondjak el, hogy kettes voltam énekből gimnáziumban. A kottát nem ismerem. Áradparton tanultam gitározni. Azt hiszem ennyi elég is. De a dolgizáshoz úgy nagyjából mindig elég volt. Meg talán ahhoz is elég volt, hogy amikor szegény Cseh Tamás meghalt, akit én nagyon-nagyon szerettem és tiszteltem, tartottam egy mikroszkóp színpadon egy emlékestet, kevesen egyedül másfél óra szóltam Cseh Tamás dallal, és hát erre nagyon gyűjtöttem. Most pedig írok egy Cseh Tamás albumot és lemezt. Erről majd nyilván hallani fogtok, amikor elérkezik ennek az ideje. Na. Az a valamit elhoztam, az vonatkozik minden városra, Budapestre, Ajkára, Szegedre, Debrecenbe. A címe az, hogy Budapest, ezt tanultam meg először, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép dal. Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk? Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt,
neve is van, Ajkó. Reggelre-kelre, ahogyan ez itt szokás, közérbe megy le, Tejér János és Tamás. Házakon rések, azon kilépnek, házak közt járat, azokon járnak, indulnak el. Kérdésem volna, pálinkát mér nekem áll? Fölismer Tamár úr, vagy tán elfelejtett már? Éva, tegnap volt az abortusz bizottság előtt. Kérik a bátomra, asztalan keresek vevőt. Házmesterünknek hagyjunk szék mosolyogat. No nézd homlokomra, egy boríték nem ráragadt. Más vagyok, nem az, akit épp maga most keres. Fás kerti áltás, legyen már olyan szíves. A fekete lyuk egy nem létező égi test. Három év múlva nem vagyok hat köteles. Fölismer tanár úr, vagy tán elfelejtett már? Kérdésem volna, pálinkám, miért nekem áll? Azt mondd meg nékem, hol lesz a lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk? Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itten, maradunk itt, maradunk. Köszönöm a